Sziasztok, én Keresztesi László vagyok. Mert azt hihettük volna, hogy idén nem fog bővülni a Samsung Galaxy A sorozat, ám nem így lett. Az A30 nálunk hivatalosan nem jelent meg, de a rendszerváráson átesett utódja az A30S igen. Úgyhogy most ezt fogjuk megnézni. Célszerű lenne összehasonlítani az A30-al, azonban, hogy már említettem, nálunk ez nem jelent meg kereskedelmi forgalomban, így nem fogom megtenni, majd később, hogyha jön az A50S, ott majd összehasonlítom az A50-nel. És akkor nézzük meg, hogy mit kapunk a dobozba. Megtaláljuk a telefont, SIM-tűt, papírokat, a 10 wattos töltőt és egy USB-C adatkábelt. Fülhallgatót nem kapunk. Dizájnban a korábbi A-szériás telefonokhoz hasonlít. Szemből nézve a vízcsepp alakú szenzorsziget fogad minket, felette egy hangszóróval. Alul találjuk a jack és az USB csatlakozót, valamint a mikrofont és a hangszórót. Jobb oldalt van a bekapcsoló gomb és a hangerőszabályozó. Felül zajszűrő mikrofon, bal oldalt SIM tárca található. Két nanoszimet és egy microSD kártyát tehetünk bele, ami maximum 1 terabajtos lehet. A hátlapon 3 kamera és a LED vaku található. Egyből feltűnik, hogy új lenyomatolvasó nincs, de ez nem azt jelenti, hogy kimaradt belőle, csupán az történt, hogy beintegrálták a kijelző alá. A hátlap gyémánt struktúrájú, holografikus és műanyagból készült. Kijelzőnek egy 6,4 incses Super AMOLED panelt kapunk 720x1560 pixelen. A képpont sűrűség 268 ppi. Vastag kávát csak alul találunk, és ennek köszönhetően a kijelző testarány 84,9%. Hogy milyen Gorilla Glass védelmet kapott, arról nem találtam információt, de ha az A30 és A40-ből indulok ki, akkor valószínű, hogy itt is Gorilla Glass 3-mal kell számolnunk. Értesítő LED nincs, de az AMOLED kijelzőnek hála Always One Display igen. A képernyő beállításoknál bekapcsolhatjuk a kékfényszűrőt, növelhetjük az érintésérzékenységet, hogyha fóliát használunk, valamint bekapcsolhatjuk az éjszakai módot energiatakarékossági okokból, amit lehet ütemezni egyénileg is, vagy napnyugtától napkeltéig. A képminőség teljesen rendben van, jó a betekintési szög, részletgazdag a videó. Rendszernek az Android 9.0-át kapjuk Android One UI felülettel és augusztus 1-i biztonsági frissítéssel. Telepített alkalmazások között megtaláljuk a Netflixet, Spotify-t és Facebookot. A jól megszokott gyereksorok is elérhető, amiből PIN-kóddal és az új lenyomatunkkal is ki tudunk lépni. Hardveres oldalon már a jól ismert Exynos 7904-et kapjuk 14 nanométeren gyártva, 2x1,8 és 6x1,6 GHz-es magokkal. A GPU Mali G71 MP2. Memóriából 4 GB-ot kapunk, amiből átlagosan 2 GB áll rendelkezésre, a tárhely 64 GB, amiből kicsivel több mint 40 GB áll rendelkezésünkre. Az Antutun 110.000 összpontszámot kapott, a telefon az A50-től nem csak a kijelző alá integrált új lenyomatolvasót örökölte, hanem a hátsó kamerákat is. Három objektívet találunk. A fő kamera 25 megapixeles f/1,7-es rekeszértékű, a széles látószögű 8 megapixeles f/2,2-es rekeszértékű, a harmadik egy mélységszenzor, ami 5 megapixeles és szintén f/2,2-es rekeszértékű. Előlapon egy 25 megapixeles lencsét találunk f/2,2-es rekeszértékkel. Videót rögzíteni Full HD 30 FPS-ben tudunk mindkét kamerával. A kamera alkalmazáson belül választhatunk élőfókusz, fénykép, videó és lassított mód között. Videózás közben nem lehet a látószögek között váltani. A felső sávban találjuk az AR emojit, a beállítási lehetőségeket, vakut, időzítést, képarány választót,
Itt tenném hozzá, hogy a legújabb iPhone-nál azt a funkciót úgy istenítik, mintha forradalmi újítás lenne. A legvégére pedig a szépítő hatások kerültek. A minőségtől nem dobjuk hanyat magunkat, éjszaka eléggé zajos a kép és a videó. Fókusz elég későn reagál a változtatásokra, főleg ha a távolról kell közelre fókuszálnia. Széles látószögnél erősen látszik a hordó effektus, valamint itt sokkal kevesebb fényt enged be, mint a főszenzor. Viszont széles látószögnél sokkal jobbak a színek. Lassított módban HD minőséget tudunk rögzíteni 120 fps-sel. És leteszteltem az arc és ujjlenyomat olvasót is. Kezdjük az arccal. Nagyon gyorsan, alig néhány másodperc alatt tudtam az arcomat szkennelni. Mindig pontosan és gyorsan feloldott, még a sötétben is jól működött. Viszont csukott szemre felold a telefon, úgyhogy ez problémás lehet, hogyha a párunk előtt szeretnénk valamit eltitkolni, mert este ő addig fel tudja oldani, amíg mi az igazak álmát aludjuk. Kommunikációs fronton kapunk Wi-Fi-t, de a Wi-Fi 6-ot még nélkülöznünk kell. Van még 5.0-ás Bluetooth, GPS és NFC. Akkumulátorból 4000 mAh-est kapunk, amit maximum 15 watton tudunk tölteni, de ne felejtsük el, hogy a dobozba csak 10 wattosat kapunk, így a gyors töltőt külön kell megvennünk. A készülék fekete, fehér és zöld színben lesz kapható. Igaz, bemutattak egy ibolya színt is, de egyelőre én úgy látom, hogy az Magyarországon nem lesz kapható. Az ára az körülbelül olyan 87.000 forintba fog kerülni, az alza.hu már meg tudjátok vásárolni. Az A-szériás telefonokhoz híven ez is egy nagyon jó telefon lett, viszont ezért az árért én már úgy gondolom, hogy rakhattak volna bele egy nagyobb felbontású kijelzőt, annak tükrében, hogy a sima A30-asban alapból egy nagyobb van, valamint szerintem már a Full HD 60 fps-nek is alapnak kellene lennie. Mondom én, aki 60 fps nem nagyon használ, de vannak olyanok, akiknek ez fontos. A tárhelynél is azt gondolom, hogy ilyen áron már például az A40-et is meg lehet vásárolni, és ott például 128 GB-ot kapunk. Igaz, ez sem olyan nagy probléma, mert egy SD kártyával meg tudjuk oldani a tárhely igényünket. És ez lett volna a Samsung Galaxy A30s telefon bemutatóm. Az értékesítés már széles körben elindul a héten, úgyhogy ki tudjátok próbálni majd a telefonokat egy Samsung márkaboltban. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, osszátok meg, iratkozzatok fel a csatornámra, kapcsoljátok be a harangot, kövessetek be Facebookon és Instagramon, ott kaphatok információt arról, hogy mi lesz a következő videónak a témája. És tudjátok, amíg nem találkoznánk, addig vigyázzatok magatokra. Sziasztok!